Jó estét kívánunk, kedves nézőink! Rendkívüli találkozás van itt Barti Tiamér alelnök úr és Nagy Zoltán polgármester úr. Fognak most egy-két dologról beszélni, a kérdéseinkre válaszolva. Az apropó onnan jön, hogy akkora pénzösszeg zuhant a városra, hogy akár bele is fulladhat, hiszen 26 év költségvetésének az összege jut most ide fejlesztésekre. De olyan fejlesztésekre, amik a föld alatt fognak maradni, tehát nem igen látszik majd meg a városon, kivéve az utakot, amik reményeink szerint szintén rendbe jönnek valamennyire. És hát ez a nagy öröm, nagy gonddal is szokott járni általában vidékünkön. Tisztelettel köszöntöm Barti Tiamér urat és Nagy Zoltán urat. És akkor csapjunk a lovak közé. Mit jelent ez az összeg a város szempontjából? Jó estét kívánok! Egy pontosítással kezdenék. A 26 év az rendben van, és a költségvetés is, viszont nem a teljes város költségvetésére gondolunk, amikor ezt az arányt, vagy erről az arányról beszélünk, hanem ez az elmúlt időszakban évente a fejlesztésekre szánt költségvetésről beszélünk, tehát egy évben általában 2,5 millió lejt tudtunk elkölteni fejlesztésekre, és akkor ezzel számoltunk. Hogy ez mit jelent a városnak? Hát mindenképp egy nagy előrelépés tud lenni, ha megfelelőképpen használjuk ki a lehetőséget, hiszen úgy, ahogy a műsorvezető is említette, olyan infrastruktúrális fejlesztésekre szánjuk ezt a beruházási alapot, amely többnyire a földbe kerül, mondhatnánk azt is, hogy azért dolgozunk, hogy zéróba kerüljünk, vagy fejüljünk a felszínre, hiszen infrastruktúrális szinten meglehetősen azért a város el van maradva a hasonló típusú, vagy a környező településekhez. Éppen ezért a teljes víz és szennyvízhálózat felújítása a fő cél a város szinten, illetve Gyíkostónál. Egy azon időben valamint Gyíkostónál vízház és szennyvíztisztító állomásnak a megépítése, de hál' Istennek van útrehabilitálás is, amely igencsak váratott magára, hiszen olyan útfelületeket van lehetőségünk, vagy lesz lehetőségünk ebből kivitelezni és teljesen rehabilitálni, amelyek a mai nappal, hát el kell mondjuk, hogy helyek közel járhatatlanok, mint például a Terforgalmi út vagy a Rózsák utcája, amelynek állapotát mindannyian ismerjük. Hogy ez mit jelent a városnak, mindenképpen egy nagy előrelépés, viszont ez még mindig nem lesz elég ahhoz, hogy olyan városképet tudjunk építeni, amelyről álmodunk, de mindenképp ez az első lépés ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjunk fejleszteni a városba, hiszen jól tudjuk, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy addig útrehabilitálásokkal sem tudunk foglalkozni, amíg a közművek nincsenek az úttestbe belefektetve. Most ez az ok most már hál' Istennek meg fog tudni szűnni, és akkor további pályázatok és források fognak kell lenni, hogy további utakat építsünk, de meg vagyok győződve, hogy az elkövetkező időszak erre is lehetőséget fog majd adni. Ez az új csatornarendszerrel ugyanaz lesz a helyzet, mint a mostanival, amit most fektetnek le, hogy nem szólhat bele a város egyáltalán az ők dolgukba? Nem, és a nagy előnye ennek a finanszírozási formának éppen az, hogy a pályázat vagy a beruházás lebonyolítója, leszerződő fele is, illetve a közbeszerzések lefolytatását is az önkormányzat fogja elvégezni. Direkt ráhatásra és direkt beleszólásra fogunk lenni. Sajnos a most befejezés alatt álló beruházásról ezt nem tudjuk elmondani, hiszen úgy, ahogy azt tudjuk, a bukaresti fejlesztési minisztérium alárendeltségébe tartozó országos beruházási igazgatóság koordinálja a munkálatot, ő szerződte el a kivitelezőt is, fogadta a munkálatvezetőt is. Ebben az esetben hál' Istennek nem így van, és a másik nagy előnyünk, hogy azért sok akár keserű tapasztalatokkal is, de gazdagodtunk, és most már tudjuk, hogy hogyan kell kezdeni, hogy jobban tudjuk ezt az egész beruházást kivitelezni. Barti Tiamér hármas minőségben van pillanatnyilag jelen, hiszen megyei önkormányzat alelnöke, Gyergyó Szék területi elnöke RMDS vonalon, és Gyergyó Szemiklós polgára, ami nem utolsó dolog ebben a helyzetben sem. Hogy értékeli ezt a hatalmas összeget, ami ugyanennyi gonddal fog majd járni az elköltése? Van valami köze ahhoz, hogy béke van az olajfák hegyén, hogy nem cívódik egymással a két párt, az RMDS és az MPP?
Először is jó estét kívánok én is minden nézőnek. Nagyon sok tényező közrejátszik akkor, amikor egy ilyen támogatás megérkezik egy településre, és jelen esetben Gyergyószentmiklósra, és igen, köze van ehhez annak is, hogy egy nagyon jó együttműködés van, egy folyamatos párbeszéd van köztünk, mint szervezetek közt is, de köztünk, mint személyek közt is, hiszen nagyon sok fejlesztést átbeszélünk, mindenkinek megvan a saját maga tapasztalata, a saját maga rálátása, és ebben az esetben is azt figyelembe véve, hogy az előző mandátummal, a beruházásokkal foglalkoztam a megyei tanácsnál, és ezeket a fejlesztéseket a fejlesztési minisztériumon keresztül az én aláírásommal igényeltük az egész megyére, ezért egy nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani a minisztériumban azokkal a döntéshozókkal és végrehajtókkal, akik itt segítenek és ebben a témában dolgoznak. Itt irodavezető, igazgatón keresztül, tehát nem a legmagasabb szintekről beszélek, hanem a alsóbb szinteken. A kapusnál kezdődik. Így van, így van. És eljártunk együtt is polgármester úrral a minisztériumba, és már a kapussal is ott épp, ahogy említette, kellett beszélgessünk, kellett egyeztetni az, hogy felkerüljünk persze. De ami nagyon fontos az az, hogy kell, nagyobb léptékekbe kell most lépjünk, úgy gondolom, a mi generációnk, ha tenni akar a közösségért, a városért, és már pedig azért vállalkoztunk, hogy tegyünk a városért, egy teljesen más léptékbe kell lépjünk. Tehát úgy értékelem én személy szerint, hogy annyira, hogyha nagyon durván akarnak fogalmazni, akkor azt mondanám, nagyon le van maradva Gyergyószentmiklós, de ez a tény, hogy nagyon sok mindenre szükség van ahhoz, hogy felzárkozzunk, és egy élhetőbb, egy jobb környezetet alakítsunk ki, mint amit akarunk természetesen. És ezért ilyen nagyobb léptékbe kell gondolkodnunk. Azt mondtam a kollégáimnak, hogy ilyen gyorsító sávra kell rájunk, hogy valahogy behozzunk egy nagy lemaradást, és felzárkozzunk valamilyen szinten. Azt is figyelembe kell venni, hogy a városok, az ilyen típusú municipiumok, mint Gyergyószentmiklós esetében azért limitáltak voltak, sőt, nagyon limitáltak voltak a pályázati lehetőségek. Tehát nem mindig a helyi döntéshozóknak a gyengesége, fogalmazzak így, az, hogy amilyen állapotban van a város, hanem az országos politikai irányvonalaknak is a következménye, hogy az ilyen típusú városok nehezen tudnak rámozdulni, mert nincs lehetőségük rámozdulni pályázatokra. Mivel láttuk ezt az esélyt, ezt a lehetőséget, hogy itt településtől függetlenül, vagyis a település méretétől függetlenül lehet pályázni, azt mondtuk, hogy akkor itt dobjunk be egy jó nagy projektet, próbáljunk összeszedni minél többet, akkor a polgármesterről azt beszéltünk, hogy nézzük meg, hogy melyek a legnagyobb, legnehezebben kivitelezhető projektek, és akkor úgymond ideadva, idézőjelben nekem, én is próbálok lobbizni és menni a pénzszerzés érdekében. Eljártunk együtt is, és igazgató szinten megígértettünk egy összeget, államtitkár szinten egy nagyobbat, mi mertünk álmodni egy még nagyobbat, és végül ez az 52 millió új lejes támogatási kérelem úgymond jött össze. Ahogy fogalmazott a polgármester úr, a zéróra próbáljuk ezen támogatáson keresztül felhozni a várost. Itt azt is lehetne mondani, hogy a könnyebbik része lejárt számomra, és pedig, hogy segítettem a lobbiba is, hogy a pénzt megszerezzük kellő szerénységgel, de azért ide elég sok lobbira szükség volt. Viszont a munka része az ennél bonyolultabb, mondhatnám így, mert tudjuk nagyon jól, hogy ott, ahol felássák az utcákat, ott, ahol több ezer lakóssal, háztartással kell egyeztetni ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatást lehessen utólag biztosítani, és megfelelő infrastruktúrát lehessen kiépíteni, bizony-bizony sok fejtöréssel fog járni, úgyhogy a polgármester úrnak nagyon sok van még hátra, úgy gondolom. Itt az imént emlegetett fiatalos lendület és a kevésbé fiatalos gondolkodás a város polgárának itt lesz a nagy csata, hiszen az az ember, akinek most simán csorog be a szennyvize a Békénybe, egyáltalán nem lesz boldog attól, hogy ezt be kell szüntesse, nem lesz boldog attól, hogy azért költségükbe is fog kerülni a polgárok részéről is, az, hogy beköttesse az új rendszerbe, mert másképp a büntetéseket fizet, vagy ide fizet, vagy oda, tehát a polgár mindenképpen fizetni fog. Na most
ezt a munkálatoknak a népszerűsítését, elfogadtatását hogyan képzelték el, vagy egyáltalán ameddig nem volt pénz, addig nem voltam még gondolkozni rajta, polgármester úr? Hát az első fázisban egyelőre csak a projekt előkészítéssel foglalkoztunk. Pont azok a tervek, amit nagyon sokszor felhozták, hogy miért kell annyit beszélni a tervekről, és miért mind a tervekkel foglalkozunk, inkább valami konkrét dolgokkal kellene töltsük az időnket, és látványosabb dolgokkal. Ennek a jó bizonyítéka az, hogy már 2 éve készültünk, igaz, még nem tudtuk, hogy meg lesz a kiírás, de hogy 2 éve azon dolgoztunk, hogy folyamatosan terveket készítsünk, és lámott az eredmény, hogyha a fiókban úgymond benne vannak a tervek, elő vannak készítve, akkor van, amivel menni, és van, amivel finanszírozást hozni, és a későbbiekben van, ami alapján elindítani az egész procedurát, hiszen még nem állunk még a szerződéskötés fázisában. Hát előszerződéses fázisban vagyunk, de még hetek, hónapokba kerül, amíg a szerződéseket is megkötjük, illetve a kivitelezést el fogjuk tudni indítani. Azzal még nem foglalkoztunk, hogy akkor hogyan fogjuk ezt népszerűsíteni, viszont én meg vagyok győződve, hogy a városlakók többsége és nagy többsége azt szeretné, hogy egy élhető környezetbe töltse a hétköznapjait, fogadja a vendégeit, nevelje a gyerekeit, és akár gondoskodjon az idősekről. Az az időszak, amikor már lopva mindenki a sáncba, az árokba beköti a szennyvizet, bűzlik a kapu eleje, bűzlik az az illető utca, vagy bűzlik akár a főtér is, mert sajnos arról is kell beszélnünk, hogy a főtéren áthaladó esővíz vezetékbe is több helyen beköttek szennyvizet. Ez már nem megengedett, és mi nem ezért vállaltunk közösségi vezetést, vagy egyáltalán közösségi szerepet, hogy ezt tovább támogassuk. Úgy, ahogy mondtam, hogy meg vagyok győződve, hogy többsége a városlakónak így gondolkodik, az a kisebbség pedig, aki nem így, hát ha máshogy nem el kell fogadja a többség véleményt, mert hosszú és közép, tehát közép és hosszú távon neki is előnyére válik, hiszen az a kapu előtt, ahol most még per pillanat úgy van megoldva, ahogy megvan oldva a szennyvíz kérdés, addig nem tud aszfalt kerülni, amíg a közmű nincs az útesbe elhelyezve, tehát mindenképp a későbbi fejlesztéseknek az alapjait fogjuk tudni most lerakni. De ugye, ahogy alelnök úr is fogalmazott, ez még nem elég, mert most jóval nagyobbakat kell lépjünk, mint más település ahhoz, hogy infrastruktúrális, én ma nem másról beszélek a mai nap, hanem az infrastruktúrális fejlesztéseket megfelelő szintre tudjuk hozni. De hát azért vagyunk így van, fiatalok, lendületesek, hogy ezt meg tudjuk tenni. Az a szerencsés helyzetben mondunk, amit éppen egy évvel ezelőtt, ugye akkor voltak a választások, nem sokkal egy éve jártak le, amikor azt mondtuk, hogy meg vagyunk győződve, hogy ahhoz, hogy egy települést fejlődési pályára tudjunk infrastruktúrális szempontból helyezni, az szükséges, hogy helyi szinten béke legyen. Legyen egy olyan csapat, amely egy irányba húzza a település és a közösség szekerét, de ez még mindig nem elég helyi szinten kommunikálni, hanem szükség van megyei, országos szintű képviseletekre is, mert ott, ahol el akarjuk mondani a bajainkat, onnan támogatást akarunk hozni, ott emberekre van szükség, akik minket is támogatnak és elfogadnak és egy csapatnak néznek. Úgy örömömre szolgál az, hogy beigazolódott az egy évvel elmondott dolog, és látszik az, hogy mennyire pozitív hozadéka van annak, hogyha felül tudtunk emelkedni a párt vagy egyéni érdekeknek és a közösség érdekét előtérbe hozva. Nem néztük azt, hogy most ez a támogatás a város RMDSZ-es lakóinak vagy az MPP-s lakóinak jön, hanem mi úgy, ahogy vállaltuk ezelőtt egy évvel, és azért is, hogy egy év alatt már el tudtunk idáig jutni, akkor azt mondtuk, és most is ezt mondjuk, hogy mi mindenkit akarunk képviselni, jobb és baloldali szavazókat, fiatalt és időset egyaránt, mert hogy ez a közösségi képviselet. Azt mondta az imént, hogy a munka könnyebb részén túl van, alelnök úr. Most az RMDSZ területi elnökéhez, Gyergyó területi elnökéhez szólok. Mi lesz az önkormányzati képviselőknek a szerepe ennek a hatalmas összegnek a jó és időbeni felhasználásával? Az önkormányzati képviselők mint döntéshozó testületre kell gondolni, nem mint végrehajtó testületre. Nagyon nagy szerepük van, úgy gondolom. Az egyik az előbb elhangzott kommunikációban, viszont a közösségi oldalamon, a Facebookon megosztottam ezelőtt egy néhány hónappal egy térképet, Gyergyószent Miklós térképét, amelyben bejelöltük, hogy melyik utcák nincsenek lecsatornázva, hiszen elég nagy része a városnak, többsége a városnak nem volt lecsatornázva. És azt kértem a lakóktól,
hogy jelezzék, hogy az ő kutcájuk rajta van-e, mert megtörténhet, tehát van olyan eset, az utcán állítottak meg emberek, hogy a mostani munkálatok eljutottak az utca egy bizonyos pontjáig, de nem látják, hogy tovább van-e, és hogy nem kéne kimaradjon a következő 10 ház például. Az önkormányzati képviselőknek a szerepe többek közt ez is kell legyen, és én arra bátorítom a városlakóit, hogy a térségben élő, mozgó önkormányzati képviselőt, vagy akit ismernek a testületből. Vajon nem kellene kerületekre osztani képviselőnként a várost? Nem segítene az, nem könnyítene munkájukon? Mert kihez fordul? Mozog egy képviselő, aki mondjuk Alszegben lakik, Felszegi utcán. Az nem mindig jó. Van ebbe igazság, viszont most kicsi, lehet, hogy mesterséges lenne ez a fajta leosztás. Lehet ezen gondolkozni természetesen. Itt, ami nagyon fontos, az az, hogy a két frakció a tavalyi választás óta, az RMDSZ és az MPP frakció, leszoktak ülni a helyi önkormányzati képviselőkről beszélve, és a polgármester úr koordinálásával átbeszélik akkor a tanácsülés anyagait, megbeszélik, hogy milyen döntéseket kellene hozni, kinek milyen észrevételei vannak. Nagyon sok vélemény ott hangzik el, és nem magán a tanácsülésen, amiről persze a lakók nem szereznek tudomást, mert a munka egy része úgymond el volt végezve. Viszont én arra bátorítanék mindenkit, úgy, ahogy nagyon sokan jelezték a Facebookon keresztül is, hogy az ő kutcájuk, hogy kérdezték, hogy benne van-e, nincs-e benne, ugyanúgy forduljanak az önkormányzati képviselőkhöz, mondom én. És ezért lenne könnyebb, hogyha tudnák, igen, hogy ki ez. Igen, ebbe van igazság, de hát ezt ebbe én nem fogok beleszólni olyan értelemben, hogy megmondjam mindegy politikai vezető, hogy akkor a városban mi legyen, ezt gondolom a tanácstestületben meg fogják beszélni, hogy hogy kellene ezt az egész kérdést kezelni. Szinte egy az egybe állnak a képviselők, tehát a mérleg nyelvét egy harmadik párt dönti el legtöbb esetben. Tehát nincs olyan többség egyiknek sem, hogy nem lehetne párossával kijelölni, és két képviselő feleljen mondjuk 1500-2000-2500 ember él. Nem tudom, hogy mi az, ami könnyíti az önkormányzatnak a munkát. Mindenképpen úgy gondolom, hogy hát a kapcsolattartás minden esetben könnyít, és az információszerzés sokkal könnyebb. De állandóan nem lehet arra várni, hogy a polgármester a fogadó óráin intézze mindent el, mert amikor megindulnak az emberek, abban egy pillanatban, amikor föl lesz ásva a ház előtt az utca, akkor nem ennyi lesz a fogadóra igény, mint most. És nagyon nehezen fogják megérteni, tehát nagyon-nagyon ott kell lenni közöttük, hogy ez ökönömentes úgy sem lesz, de hogy legalább kevesebb legyen a súrlódás. Nem? Igen. A körzetesítés az nem egy elvetendő dolog, viszont az egy picit komplexebb, tehát jobban körül kell járni. Jelen esetben azt meg lehet akár csinálni, hogy erre a projektre meg jelölni azokat a zónákat, amelyeket bizonyos testületi tagok vállalnak és szeretnének képviselni. Azt is tudni kell, hogy az, aki képviseli, az csak egy információ továbbító szerepet fog kapni, és adott esetekben olyan problémákkal fog szembesülni, amit nem igazán tud ő kezelni, mert hogy nem szakember, tehát nem építész munkálatvezető. A hírt viszi, ez egy fontos dolog lesz, viszont ennek érdekében, hogy ez a megfelelő fórumokra tudjon eljutni, egy belső rendszer kidolgozásán szeretnénk bevezetni, nem csak kimondottan erre a részre, hanem szeptembertől olyan bizonyos bejelentő informatikai rendszerekkel fogunk bírni, ahol direktben megtehetik a lakók a bejelentéseiket, és nem csak a kanalizálással kapcsolatosan, hanem bármi más közterületen észrevételezett rendellenességről. És úgy gondolom, hogy ez a direkt kommunikáció meg fogja gyorsítani. A tanácsosok azáltal, hogyha ők egyedül, a kizárólag, vagy hát nem is kizárólag, de a körzeti képviseletet ők fogják ellátni, ott fog a legnagyobb probléma fennállni, vagy fent tud állni ez a probléma, hogy az a problémát, amit feléje jeleztek, ő továbbítja, de annak a kivitelezését már nem fog kelleni megoldja, és a felelőssége sem az övé lesz, viszont rajta fogják számon kérni, és nagyon könnyen el tudunk oda jutni, hogy a munkáltató vagy a kivitelező céget nem egy igazgató, vagy nem egy erre kijelölt személy a hivatalon belül fogja számon kérni, hanem nagyon sok dudás lesz a csárdában, és lehet, hogy egy olyan hangulat fog kialakulni, ami nem lesz egy egészséges. Tehát ezt jó végig kell gondoljuk. Én értem a műsorvezető úrnak a
javaslatát, sőt, nagyon helyesnek is tartom, viszont én azt szeretném, hogy ezt a kommunikációt úgy tudjuk lerendezni, hogy ahhoz tudjanak direktbe fordulni, aki igazából a probléma kivitelezését és megoldásait fog felelni. Máskülönben nagyon könnyen el tudunk jutni oda, ahol az előbb is említette. Még lenne nekem egy annyi kiegészítésem, én a saját példámból nem akarok beleszólni az itteni munkamódszerbe. Én azt látom például ebbe az esetbe is, hogyha megnéznénk, akkor nagyon fontos az, hogy legyen azért egy direkt kapcsolat valamilyen szinten a végrehajtók, ugye, ahogy elhangzott itt is, és a lakosság között. Fontos a tanácstestület munkája, így, ahogy elbeszéltük. Nagyon fontos út az, hogy például ebbe a projekt esetében is sok ember aláírt, és egy aláírásával letette az RMDS-hez nálunk is azt, hogy az ő utcájából ennyien és ennyien igénylik. Egy szempontból, és elmondom, hogy mi az. Egy, azon kívül, hogy nehogy kimaradjon. És pedig az, hogy kell legyen egy direkt kapcsolatunk nekünk is a lakossággal, hogy érezzük a súlyát egy bizonyos problémának. Tehát mikor én ezzel az üggyel elkezdtem foglalkozni, hogy pénzt szerezzünk a víz és csatornázat, én bevallom nagyon őszintén, én nem tudtam azt, hogy 55% a városnak nincs lecsatornázva. Tehát mikor megkaptam az adatokat, és néztem, és elbeszélgettem a polgármesterrel, a kollégáival, akkor nem jött, hogy higgyen. Hát akkor éreztem a súlyát annak, hogy hoppá, itt egy nagyon nagy probléma van. Mikor az internetre kitettem, vagy mikor az lakók kezdtek aláírni és kezdték küldeni, akkor erősödött fel bennem is, mint politikusba, az, hogy itt ez egy olyan probléma, amit meg kell oldjunk, mert nagyon sok embert érint, és ez tarthatatlan. Na, ugyanígy a beruházások esetében is én azt látom, és azt kérem mindig a kollégáimtól, mikor a programomat szervezik, nagyon sok emberrel találkozom, nagyon sok polgármester, alpolgármester, politikussal találkozom, hogy próbáljuk úgy szervezni a programot, hogy nem csak ez idézőjelbe legyen téve a politikummal találkozók, hanem a lakókkal is, a panaszosokkal is, hiszen egy polgármester például egy alelnöknek, vagy egy területi RMDS elnöknek nem tudja annyira, nem tudom, hitelesen, lehet, hogy ez durva, de annyira nem tudja úgy átadni azt az információt, hogy én érezzem annyira a súlyát sok esetben, mert nem fog elküldeni valahova engem a polgármester, hanem finoman meg fog kérni, ha van lehetőségem, nem-e segítenék, hogy ezt és ezt a problémát megoldja. Míg ő otthon, lehet, hogy egy lakós, vagy kettő, vagy tíz lakós annyira vehemensen kérte tőle, és annyira égető probléma nekik, hogy kétségbe vannak esve. Sokszor nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat meglegyen. Ugyanígy voltunk egyébként a jégpályával is. Tehát én, mivel nem voltam nagy hoki rajongó, én nem éreztem a súlyát a jégpályának. Amíg nem lettek aláírások. Tehát sokszor ezért fontos ez a fajta visszacsatolás hozzánk is, hogy a döntéseket minél jobban hozzuk meg, mert a jó döntés az akkor jó döntés, ha a lakókat jól érinti, az ők problémájukkal foglalkozik, és mi azért vagyunk ezekben a tisztségben, hogy ezeket megoldjuk. De a kommunikáció ebben, és azért fontos ez az árnyalat, amit felhozott, nagyon-nagyon fontos lesz, mert itt mindenféle mendemunda lesz, minden beruházásnál egyébként. Tehát azért mondtam, hogy nagyon nehéz feladat van még hátra, és remélem, hogy meg vagyok győződve, hogy hely tudnak állni, viszont itt át fog kelleni szervezni az egész struktúrát, a hivatal struktúrát, mert ilyen nagy összeg nem érkezett soha a városba, és ez a hivatal, elnézést kérek, hogyha megbántok valakit, de nincs erre most fel, tehát nem volt erre, nem felkészülve, erre nem volt megszokva, mondjam így, az ekkora pénzzel. Tehát most meg kell szokja, a polgármester azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy meg tudják szokni ezt az összeget, és remélem is, hogy meg tudjuk szokni, de ehhez rá kell szerveződjön a struktúra, és ez egy nagy kihívás lesz menedzsment szempontjából a városvezetésnek, és remélem, hogy akkor mindenki hozzáteszi a tanácstestületből is a tudását ahhoz, hogy ez minél optimálisabb legyen. A testület, az önkormányzat munkaközössége óriási feladatot kapott. Ez nincs vitatni. Szakemberekkel hogy áll a hivatal, hiszen most már nem az lesz, hogy egy másik cég, akinek nem lehet beleszólni a dolgába, intéz mindent, hanem mi kell, ellenőrizzük a munkát, mi kell, megrendeljük, ellenőrizzük a kivitelezéssel, a panaszokat meghallgatni, minket küldenek el melegebb éghajlatra. Tehát és nem egy ilyen lesz majd, amikor a polgár, aki nem biztos, hogy fel tudja fogni, hogy miről is van szó. Mert szinte föl se tudja fogni, mert ő általában azt tudja fölfogni, amit lát.
Tehát az, amit nem fog látni, az azt érinti, azt az 55%-nak is csak egy részét, mert eddig se kellett, most meg miért, mit nem tudok bemenni az udon, amikor kész lesz a járda, kész lesz az út, akkor most azért nem tudok bemenni, magasabb, mint ami eddig volt, az udarom lent van. És ilyen dolgok, ez egy millió ilyen kicsi dologra lehet majd számítani, és ezért mondom, hogy nagyon-nagyon fontos, elkezdve a sajtótól, az egyházakig mindenki be kell avatkozzon, másképp feje tetejére fog állni minden, és azoknak lesz majd igazuk, akik kár örömmel nézik, na most megkaptátok, most nem lesz, hogy panaszkodjatok, na gyerünk! Mert nem egy ilyen kár örömmel néző, karba tett kézzel ülő és közbesörözgető van még ma is közöttünk, és lesz még mindig, hál' Istennek. Tehát ez nem lep meg minket, hál' Istennek, viszont így igaz, úgy, ahogy elnök is mondtam, erre a ekkora volumenű és horderejű beruházásokra a város apparátusa nem igazán volt berendezkedve, mert hogy nem volt alkalom, hogy próbára tegyük ilyenben még magunkat. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem is érezzük magunkban a kihívást és képességet meg tudjuk oldani, viszont az is biztos, hogy ezt önmagunkban, mint önkormányzati szakapparátus nem fogja tudni lebonyolítani. Éppen ezért az a tervünk, hogy szakcégek bevonásával fogjuk, szakemberek bevonásával fogjuk a projekteket kivitelezni, hiszen egy időben nagyon sok munkálat kellene terv szerint elinduljon, hogyha csak a nagyságrendről beszélünk, hát a kanalizálásból csak 40 kilométerben mérjük azt a hosszat, amelyet le kell fektetni. Víz 28 kilométer, 7 utcának a teljes rehabilitálása, amely nem csak egyszerű aszfaltréteg, hanem esővízelvezetés, közvilágítás, korszerűsítés, járdaépítés, bicikliutak kialakítása, ott lesz megengedi az útfelület. Tehát nagyon sok és nagyon komplex feladat lesz, illetve az is tény, hogy itt még nem vagyunk megállva. Hát most úgy jártunk, hogy ez a támogatás megjött, meg is lepett egyébként, ugye, mert hogy nem voltunk szokva hozzá, de még nem vagyunk megállva, hiszen még további projekteket készítünk kivitelezésre és pályázatokon bejújtani. Ugye már van nyertes projekt is, de további útrehabilitálásokat is szeretnénk még benyújtani több millió eurós nagyságrendbe. Ez minden olyan feladat és akkora komplexitású, hogy képtelenség egy hivatal szakirodáján belül ezt lekoordinálni, éppen ezért az a terv, hogy szakcégekkel építésben jártas és konzultáns szakcégekkel kötnénk szerződést bizonyos projekteknek a lemenedzselésével, és mi effektív a koordinálását fogjuk kézbe tartani, ha nem, akkor máskülönben az apró részletekbe el fogunk veszni, és nagyon könnyen át tudunk billenni egy olyan helyzetbe, hogy a 3 év hamar elrepül, és akkor Isten őrizne legyen kivitelezve. Viszont ami még előny, hogy azért az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatok jó és rossz, hát többnyire nem mindig jó tapasztalat volt a szennyvíz és a vízhálózat rehabilitálását illetően, azok most már azért nagyon sok tanúsággal szolgálnak felénk, és ezeket más targó ki tudjuk küszöbölni, és remélem ki is fogjuk küszöbölni. Tehát összefoglalva, a hivatal a szerepét ott látom, hogy szakmai szinten koordináljuk, viszont még ide szakcégeket és konzultánsokat fogunk bevonni, még akkor is, hogyha ez nem lesz egy olcsó mulatság, de nem lett. Tehát mindenképp ez egy olyan beruházás, ahol még tenni kell, az, hogy a gyümölcsét le tudjuk aratni, és éppen ezért egy szakértői csapatot fogunk összeállítani. Koordinálásba és követésbe is máshogyan fogunk tudni hozzáállni, mint az eddigiekben. Tervezek egy olyan szakmai bizottságot is, akár a testületi tagok bevonásával is, akik éppen ezért az esetleges panaszok kivizsgálását, de a munkálatok menetének, ütemtervének a követését is fogja követni, hiszen úgy, ahogy említettem, egy nagyon nagy komplexitású beruházásról van szó, de az is igaz, hogy 3 év áll rendelkezésünkre, hogy ezt kivitelezzük, és ha megfelelően ütemezzük, és annál fontosabb, hogy nem csak a kivitelezés, hanem megfelelően koordináljuk és ellenőrizzük, akkor csak végig tudjuk vinni, és végig is fogjuk ezt vinni. Évek óta, tessék. Itt egy annyi kiegészítésem lenne, hogyha lehetséges, hogy a megyei tanács is ezt csinálja. Tehát nem kivétel Gyergyószent Miklós a nagy projektek esetében, hiszen például nekünk is ott volt a hulladékos projektünk, ami 3-szor ekkora összegű, mint ez a projekt, és azt én koordináltam, és ott is egy szakértői csapatot vontunk be, egy szakcéget, aki tudott hozni minden típusú mérnököt,
aki koordinálta ezt a projektet, aki felügyelt ezt a projektet, koordinálni mi koordináltuk, az én alárendeltségemben volt, ugyebár a Gyergyószent Miklósi lerakónak a bezárásától elkezdve, a remetei lerakónak a megépítésén keresztül, és még a megyében több mindenről, most nem megyek ebbe bele. A lényeg az, hogy azt mi is 2 év alatt el tudtuk költeni a pénzt, de önmagában a megyei tanács is kevés lett volna ahhoz, hogy ezt a pénzösszeget elköltse, hiszen vannak még futó projektek, tehát mindenkinek a szakaparátusa be van állva, tehát dolgozik most is különböző projekteken, kisebb-nagyobb projekteken. Mikor jön egy ilyen nagyobb volumenű támogatás, akkor végig kell gondolni, hogy menedzsment szempontjából, hogy fejezed ezt be, és azért jó ez a megközelítés itt Gyergyószent Miklóson is, hiszen persze Hályok Kovács módszerrel meg lehet próbálni, és lehet ezzel a projekttel foglalkozni, de lehet, hogy lekéssük a vonatot, és nem érünk a végére, mert 3 év alatt el kell kötni, hogy elhangzott. Viszont egy szakcég bevonásával, vagy több cég bevonásával akár, akik ezt koordinálják, akinek nagy tapasztalatuk van, ez sokkal könnyebben megy, és akár a végére lehet is jutni, sőt, a végére is kell jutni, és akkor mi azért vállaltunk most szerepet közösségi élet irányításába, ha lehet ilyet mondani, mert úgy érezzük, hogy most tudunk tenni a közösségünkért. Én is azt szeretném, ha a lányaim egy olyan környezetben nőnének fel, ahol a szennyvíz kérdése megvanolva, ahol az utcák le vannak aszfaltozva, és azért nem ilyen állapotok vannak, mint most. Tehát ezért kell bizonyítsunk, ezért vállaltunk. Másképp ilyen fiatalon lehet, hogy más szakterületre kellene menni, de ha most érezzük ezt, most igyekszünk ezen változtatni. Meg kell nyugtassam az urakat, hogy körülbelül 60 évvel ezelőtt volt a Kossuth-Lajos utcában a járda felület elkészítve mind a két oldalon. Tehát én 60 évet vártam, ezért ma minden nap, ha szükséges, leseprom a járdát, mert akkora örömet okozott nekem ezzel. Tehát fiatalon kell való megcsinálni, és aztán megöregszik az, aki mire lehet elkészül, addigra már szépkorúakkal válnak az urak is. De a gyilkostó meghal-e az alatt, az idő alatt, hiszen most meg lesz a szennyvíz, az ivóvíz, Gyergyót, a Szent Miklós lakosságát nagyon kevésbe fogja érinteni, mert őket nem az érdekli, hogy Gyilkostonán legyen szennyvíz is, elég bután gondolkodva és ivóvíz rendben. Viszont ha a befolyó patakoknál az ülepítő gátak nem készülnek el, akkor lehet, hogy lesz szennyvíz és ivóvíz csatorna, nem lesz Gyilkostó. Ez így igaz. Hát az, hogy nem lesz, az még picit meredek kijelenteni. De azt mondták, hogy 50. Hát úgy mondták, hogy 80 év plusz-minusz 30 év, mondják hát a szakemberek. Az a mínusz az pont 50. Igen. Így Gyergyői pessimizmussal 50. Mondjuk így, inkább számoljunk a 80-ból, mert az mindenkinek jobb. De nem minél, hogy eljussunk odáig, hiszen így igaz, ott is van infrastruktúrális fejlesztés, közműfejlesztés, de az még nem minden. Ezért is hangsúlyozzuk, hogy nem szabad a teljes kapacitásunkat ráállítjuk csak erre, mint hivatali apparátus, mert akkor mellettünk a többi vonat szépen fog elmenni. A Gyilkostónál a gátakkal kapcsolatosan arra is rendelkezünk tervekkel, viszont jelen pillanatban még nincsen olyan pályázati kiírás, amely a gátrendszernek a kitisztítását, újaknak a megépítését, és akár a beiszaposodott tónak azon részét, ahol már lassan-lassan tűnik el a tó, újra takarítását is meg tudná célozni. Tervek megvannak hozzá, épp egy olyan magyar találmány van a projektbe belefoglalva, amely egy olyan speciális baktériumot bocsájt be a tó vizébe, amely, hát igazából nem tudom szakmailag most elmagyarázni, hogy miért, de hogy az iszapot megeszi, felemészti, és ha megkapjuk rá a finanszírozást, akkor még az is elképzelhető, hogy vissza tudjuk mélyíteni a tavat. És hát teljesen nem tudjuk megállítani azt a tényt, hogy a tó előbb-utóbb eltűnjön, de meg tudjuk hosszabbítani az élettartamát. Tehát ezzel foglalkozunk, a projekt megvan rá, tehát megvan, és több millió eurós nagyságrendről beszélhetünk, ha erről akarnánk beszélni. De ez még mindig nem lesz elég, hiszen Gyilkostónál a közmű és a tó az még egymagában nem elég, hanem ami annál is fontosabb, úgy gondolom, ami most már el van indítva, hogy ott rendet kell rakjunk most már végérvényesen. Voltak korábbi próbálkozások is, viszont nem rendelkezett a város olyan szakszerű és
komoly és szigorúan betartandó dokumentációkkal, amelyek alapjául szolgálhattak volna ennek. Hál' Istennek most már elkészült, és megkaptuk az utolsó jóhagyást is a gyilkostói zonális rendezési tervre. A város általános rendezési terve is, amely tartalmazza a gyilkostót, az is most már kerül a Fejlesztési Minisztériumhoz jóváhagyásra. Itt ismét együttműködésre lesz szükség, hiszen a Fejlesztési Minisztériumnál a kapcsolatrendszereket felhasználva kell közben járjunk, hogy évelejétől tudjuk már alkalmazni. De hogy azzal is kell kezdünk valamit, ami most van, tehát jövőben hiába csak a jövőben élünk, mert akkor a jelen elmegy mellettünk, de a rendrakás elindult, hál' Istennek, ilyen szinten a szabályok elkészítése, és ezt követően pedig további fejlesztéseket tudunk odahozni, de csak akkor, hogyha megvan a közmű. Igaz, hogy a városlakók elképzelhető, hogy egy része nem érzi a súlyát annak, hogy a gyilkostónál közművesítést végzünk. Ha azt nézzük közvetve, nincs is rá hatása, mert hogy közvetlenül, mert hogy nem igazán él oda kint a Gyergyószent Miklósi. Évente egy párszor kimegy kirándulni, és annyit lát, amennyit, és azt tapasztalja, amit. Viszont oda is elengedhetetlen a közműrendszer képítése, az, hogy utakat tudjunk javítani, gyalogos járófelületeket tudjunk építeni, valamint olyan beruházásokat tudjunk ott még végrehajtani, vagy behozni oda beruházókat, akik a turisztikai infrastruktúra fejlesztésbe szállnak be. Mert önmagában a tó az nagyon szép, látványos, a szoros is, de oda még nagyon sok mindent szükség kialakítanunk, hogy ne csak egy átutazó turizmusról tudjunk beszélni, hanem ott tudjanak egy napot, kettőt, három, négy napot tölteni, vagy akár egy hetet itt a Gyergyó térségébe. Ez pedig, úgy, ahogy mondtam, alapvető feltétel a közmű, és majd azt követően tudunk ott komolyabb fejlesztéseket. A tervek szerint van is, amit van elképzelés, de az majd a maga idején fogunk. Azt tapasztaltuk tavasszal, nem is tavasszal, kora nyáron, hogy nagy lendülettel megindult, nagy későre ugyan, a kátyúzás. Most megint áll minden. Esők még nem voltak, csak a tegnap. Mi történik? Vannak, akik arra panaszkodnak, hogy a hivatalban hátráltatják a dolgokat, nem mernek aláírni emberek. Annyira megvan félelmítve, hogy még mindig a hivatal munkaközössége? Megfélelmítve nincsen, viszont a korábbi időszak negatív tapasztalatai óvatosságra inti a kollégákat. Anélkül, hogy funkciót és nevet említenék, hivatalon belül van olyan személy, hivatali személy, aki egy négy lej esetleges, tehát még feltételezi az ügyészség is azzal vádolják, hogy négy lej értékben kárt okozott a hivatalnak, és sikasztásra vádolták meg. Bíróságra van küldve, ügyvédet kell fogadni. És én úgy gondolom, hogy ez nem normális egy intézményen belül, közigazgatáson belül. Viszont ez volt két évvel korábban, igaz, hogy az ügy nem jutott még előre, de megtörtént eset. Ennek köszönhetően van, amikor nehezebben, vagy megfontoltabban, vagy körültekintőbben írnak alá bizonyos aktákat a kollégák, de ez nem ennek tudható be, hanem elsősorban annak, és nincs, ami elbújunk az ügyünk mögé, hogy azért megújult a belső csapat is, a műszaki osztályon is, és a közútkezelést koordináló személyek és ilyen hatáskörre bíró személyek a hivatalon belül nagyjából kicserélődtek, és hát igaz, hogy későn indult, nem volt megfelelőképpen az a felület a szakemberek részéről beazonosítva, amely elégséges lett volna egy szerződésből való teljes körű javításra. Az is igaz, hogy időközben úgy döntöttünk a munkálatok elkezdtével, mert a szerződés az úgy szól, hogy bele van írva, meg van becsülve, hogy hány négyzetméternyi kátyút szeretnénk a városból eltüntetni. Abból azokból, hogy már később kezdtünk neki a javításoknak, még tovább nőttek a gödrök, és úgy döntöttünk a szerződés kivitelezése alatt, hogy nagyobb felületű útjavításokat fogunk végrehajtani, és ezzel párhuzamosan elindítunk még egy procedurát, hogy kössünk meg egy másik szerződést, amely megnöveli a felületet annak érdekében, hogy még a város többi részét is el tudjuk végezni. Hát ez késett a második szerződésnek az aláírása a közbeszerzési procedurák miatt, de most már az is alá van írva, és most hát én úgy gondolom, hogy ez napokon belül új útjára indul ismét a kátyúzás, és teljes mértékkel be fogjuk fejezni ezt a munkálatot. Ez nem azt mondom, hogy ez követendő és visszavárandó, éppen ezért én ezt úgy fogom fel, hogy most az újabb csapat tanult ebből, mindenki levonta a tanulságot, voltak elég szigorú és hát nem fenkőt hangulatú beszélgetéseink a felelős személyekkel ezzel kapcsolatosan, de meg vagyok győződve, hogy megtanulva a leckét az idei kátyúzásból, jövőre már nem hoznak ilyen helyzet,
kellemetlen helyzetbe, elsősorban minket, politikailag megválasztott személyeket, akik ugye most már nem én koordinálom ezt a munkát, de mindenki rajtam kéri számon, de meg vagyok győződve, hogy jövőre már ez nem így fog történni. Alelnök úr, a Halász utca az, és a Békény utca az most már nem csak a várost érintő beruházás lesz a rendbetétele, nem csak kátyúzás lesz ott. Nagyon sok cirkusz lesz, ezt előre tudom jósolni, hiszen a teherforgalom el kell tűnjön elég hosszú időre. Nem tudom, milyen gyorsan fognak dolgozni. Mennyi időt szántak arra, hogy a tervek szerint körülbelül igénybe vesz majd a rendetétele az utcának? Hát a tervek szerint a kivitelezési idő az két munkaszezon, azt jelenti, hogy két nyáron ezt be kellene fejezzük. Most tessék elképzelni, két nyáron keresztül a teherforgalom hol fog lezajlani a városban? Igen, zemelé. Igen, például. Hát oda van a kérdés. Ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk előtt ott kell legyen az, hogy a teherforgalom milyen állapotban van, az katasztrofális, az tény, de hogy talán a legjobban elkészült útszakasza lesz a városnak, én úgy gondolom, ha azt veszük figyelembe, hogy az esővízelvezetés, a kábelezés, tehát a villanyhálózat, minden beleszti a földbe, járdásítás, minden, tehát szerintem egy gyönyörű út lesz, és meg vagyok győződve, hogy azt mindannyian várják. Na most, ami a nagyon fontos az önkormányzat részéről, az az, hogyha megfelelő konzulens csapatot talál, és megfelelő mérnökök lesznek, ha bár ez is egy nehéz és egy nagy kihívás, mert a legkisebb bár nyer Romániában most, és tehát sok a esetben, minőség alapján. Így van, sok esetben a legkisebb bárral eljön egy olyan mérnöki csapat, akivel törvény szerint köteles vagy szerződés kötni, és nem biztos, hogy olyan jó szakemberei vannak. Papírilag lehet, hogy megfelel, de én remélem, hogy nem ez fog történni Gyergyósz Emikus esetében. Viszont egy olyan csapat fog kellene legyen, amelyik úgymond kihajtsa a kivitelezőből azt a munkát, és minél hamarabb elkészül. Most ez a tervbe valamilyen szinten kezelve lesz az, hogy akkor hogy oldódik meg, milyen alternatív megoldások vannak a felújítás kapcsán, illetve hogy a tervező hogy kezeli ennek az úttestnek a felújítását. Én megmondom őszintén, nem tudom, mert így ilyen részleteiben nem mentem bele így a tervnek, ha bár láttam a tervet még ezelőtt egy pár hónappal. Viszont nekem úgymond az elsődleges feladatom az az volt, hogy segítsek a pénzszerzésbe, amit valahogy elértünk egy pontig, és pedig, hogy megvan a miniszteri rendelet, és következik a szerződéskötés. Nagy kihívás lesz mindenképp, hogy fogják ezt kezelni, ez a tervezőnek a meglátásaira szükség lesz mindenképp, hogy mi az optimális, illetve milyen típusú útépítésről beszélünk, mert minden út más. Ez az út, ez annyiban más, hogy ezt alapjaiból kell építeni, tehát ennek mindenki tudja a városba, hogy nincsenek alapjai ennek az útnak. Ezért a kátyúzás kidobott pénz volt mindig, és ezért nagyon nehéz tűrni, vagy nem tudom, elfogadni azt, hogy a lakók elégedetlenek egyébként jogosan. Két évig aztán tényleg azok leszünk, be sem mehetnek az udvarukra. Nagyon se fával, nagyon nehéz lesz kocsival. A közlekedés, viszont ez megint kommunikáció és munkaszervezéssel meg lehet oldani. Azt hiszem, hogy teljesen nyitott kártyákkal kell játszani, és le fog kellene ülni, lakossági fórumokat tartani, akár a víz és csatornázat építés esetén, de ugyanígy a Dózsa-György Békény Halászok utca esetében is, amikor meg kell beszélni azt, hogy milyen megoldások lesznek a különböző esetekben. Mert igen, ilyen, hogy a fát hogy fogja bevinni, vagy tehát ezekre a külön esetekre meg fog kellene találni a megoldást, de bárcsak minden utcában ilyen feladataink lennének, mondom én, és azon dolgoznánk, hogy egy-két év alatt leaszfaltozzuk, akkor már elő vagyunk. Persze, mindenkinek a saját problémája a legfontosabb, ez jogos, és el is fogadom, de attól kell nézni összességében az egészet, és pedig, hogy a végére jönünk. Én meg vagyok győződve, hogy azért nagyon sok értelmes ember él Gyergyósz Miklóson, és azok, akik már nem hittek már senkibe akkor, amikor az útfelújításról beszéltek,
vagy beszéltünk. Hiszem, ha látom, ma így is van, olvasható. Így van. Mikor oda fognak kerülni, hogy már fel lesz minden ásva, akkor úgy gondolom, hogy megértők lesznek, és próbálnak segíteni a legjobb tudások szerint abban, hogy minél jobban legyen az egész leszervezve, viszont itt esetenként meg fog kellene vizsgálni mindegyik beruházást. A városkép, tessék. Egy kiegészítést azért hozzáfűznék, hogy ez nem két évről van szó, tehát két szezon, munkaszezon, az azt jelenti, hogy egyik nyár és a másik nyár, tehát egy évről van szó. Az ütemezés szerint természetesen lehet olyan ajánlat fog érkezni, hogy még hamarabb fogják kivitelezni, de ez az időszak sem arról fog szólni, hogy egy kap előtt dolgoznak. Tehát folyamatosan haladnak, és egy bejárat előtt, vagy egy pár bejárat előtt csak időszakos átterelése lesz a forgalomnak. Viszont az is elképzelhető, viszont nem mennék most benne abban a nyomon, abban, ahol majd a szakértőkkel egyeztetve el fogunk időszakosan terelni forgalmat. Tehát az is elképzelhető, hogy az év bizonyos szakán más útvonalra kell tereljünk forgalmat, annak érdekében, hogy az illető munkálatot, ami oda van tervezve, az el lehessen végezni. De a cél az pontosan az, hogy ezt úgy tudjuk meg összerakni ezt az ütemtervet, az is akarunk szakértőket bevonni ebbe, hogy minél kevesebb fejtörést okozunk az ott lakóknak, viszont mi annak tudatában vagyunk, ez nem lesz egy kellemes érzés addig, amíg ez a munkálat kiviteleződik, de mégiscsak ez a közös érdekünk, tehát az utcában, akik ott laknak, ők is be kell azt vállalják, hogy az elmúlt időszak, mert sajnos az elmúlt években hát bombázás utáni állapotokat mutat az útfelület, tehát most sem sokkal egyszerűbb, por van, sár van, csattogások vannak, nagy a zaj, rezegnek a házak, tehát most sem egy leányálom ott lakni. Most ezt a rövid időszakot fogjuk kérni, hogy akkor legyenek türelem és elnézése, viszont azt tudjuk ígérni, ha elkezdjük ezt a munkát, akkor pár hónap után egyik legszebben felújított utcája lesz a városnak. Látuk lelki szemem előtt egy olyan elterelő utat, hogy vaslábnál szépen, aki nem Gyergyó Szemiklós rozza az árut, vaslábnál letér új falu, csoma falu, alfalu, szár egy nélki. Egy ilyen változatot látok többek között, és mivel megyei útról van szó, mivel a megye ebbe érintett, hát az egyik megyei útról át fogja terelni a másik megyei útról, és így a város arculata, majd ha a főtérre be kell engedni a terforgalmat, akkor vége annak a képnek, amiért pontosan a múltkor említette az alelnök úr, hogy most már pályázható lesz a magánlakásoknak is a rendbetétele a főtéren. Igen, az idén két beruházási tételünk van, ami érint ezt az útszakaszt. Tehát a Újfalu vaslábi bejáratánál kezdődik az aszfaltozás, az aszfaltos útunk, amelyik elmegy ugyebár Szárhegyig, ez a megyei út, ez ami átmegy Újfalu, Csomafalva, Alfalu és beér Szárhegyre. Most ennek az útszakasznak a kátyúzása, aszfalttal való felújítása az az idei beruházásnak része. A múlt héten íródott alá a szerződés, és ezek a munkálatok az elkövetkező időszakban el fognak kezdeni. Egy ütemezés most készül, most kiegészítések, stb. De az idén aszfaltozási munkálatok és kátyúzások lesznek. Tudjuk nagyon jól, hogy például Szárhegy és Alfalu közt is akkora kátyúk vannak egy-egy helyen az út közepén, hogy aki nem tudja, mi van ott, az ott hagyja. Ez nem kerékpározik. Ez biztos. De a Vasláb Újfalu útszakasznak a tervezése az folyamatban van, az az idei költségvetésnek része, hogy a tervel készüljön, és beszeretnénk foglalni az elkövetkező időszakban az aszfaltozását is. Úgy van, arra akkor lehet normálisabb körülmények közt járni, a nagy autók és a kis autók esetében is. Viszont ez akkor mondhatnám azt is, hogy akár alternatív megoldás lehet erre, viszont nem mindenki ezen az útszakaszon lehet, hogy Gyergyó Szemiklóson intézőjei, tehát ennek az útnak alternatívát itt is fog kelleni találni, nem csak ezen a megyei úton. A legfontosabb kérdés tehát az maradt, hogy el tudjuk-e költeni ezt a pénzt, mennyit fog szenvedni a város, mennyit fog szenvedni az önkormányzat, a vezetőség. Milyen lelkiismerettel fog 4 év múlva szembenézni önmagával Barti Tihamér, hogyha már kilobbizta ezt a pénzt, akkor az vajon jót csinálta vele, vagy rosszat.
Hát ez kérdés marad, remélem, hogy mosolyogva fogjuk 3 év múlva mérlegelni majd a helyzetet, és örömmel fogjuk tapasztalni azt, hogy a Békényvize megtisztul, a piac mellett nem fog a főtérnek a fürdővize és illemhely vize beömleni a patakba, nem lesz bűz a református templom előtt, hiába most levad ugye aszfaltozott, kegyesek voltak a más felekezetekkel szemben a katolikusok, ez nagyon tiszteletre méltó szép dolog. De egyértelműen az az érzésem, hogy sok minden helyen is meg fog szépülni a központ. Azt már polgármester úr említette, hogy egyelőre, hogy eltűnjenek a vezetékek, a gyönyörű szép arculata a városnak, hogy helyrejöjjön, az még ebből az összegből nem nagyon néz ki, hogy megoldható. De másból lehet. De másból lehet. Arra készítünk. Mert az lenne az egyik nagyon fontos, nem tudnak fényképezni még a szép épületeket sem. És ma van egy 5-6, amit tényleg rendbe kell hozni. Mert amit rendbe hoztak, az ékszer, az látszik. Nos, ez a munkához azért nem csak pénz kell, hanem akarat is, erő, kitartás, ezt kívánok önöknek, mindkettőjüknek. Sok örömet a következőkben a bánat mellett, az is lesz. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Önöknek, kedves nézők pedig, köszönjük, hogy velünk voltak. Az ötleteiket lehet közölni, mind a hivatallal vannak postaládák erre a főtéren is, ahol véleményt el lehet dobni. Ott van a világháló, amin póklászás közben nyugodtan lehet véleményt is nyilvánítani. És hiszem azt, hogy nem az önkormányzat, nem a politikai alakulatok, hanem a város népe tudja ezt a várost élhetővé és rendezetté tenni. És ha már valami kész van, akkor azt legalább ne rontsuk el. Ez a másik dolog. És a legfontosabb az, hogy ha valaki akar valamit tenni és tesz, ne állandóan furkáljuk, ahol lehet keresztbe tegyünk neki, leértékeljük a munkát, hanem próbáljunk úgy hozzáállni dolgokhoz, derűvel és bizalommal, mert rosszat nem akar senki. Köszönöm, hogy velünk voltak, jó éjszakát kívánok! Jó éjszakát.